Közintézmények, egészségügyi szolgáltatók, hatóságok és segítő szervezetek, mind, -mind tagjai a Fehérvári jelzőrendszernek. Ők felügyelik a közel 30 éven aluli Fehérvári fiatal biztonságát. Kedden ők találkoztak az Alba Család és Gyermekjóléti Központban éves szakmai tanácskozásukon, melyen kijelölték a 2024-es év fő irányvonalait is. Kérném a következő időszakban is a kiemelt figyelmét az intézményeknek. Az idei év központi témája a fiatalok mentális egészség megőrzése volt. Mindenre az önkormányzata diák tanácsal és az Alba együttműködve két év egy prevenciós programot is indított, melyel már a már több iskolában és több tucatnyi osztályban jártak a szakemberek. Ennek fő lényege, hogy a mentális egészség, az önbántalmazás és az egyéb mentális problémákra való felhívást megteszik a kollégák, és ha nem is ott az órán Keretében, hanem utána, akár az óra után, vagy éppen bejöve ide az irányi Dániel utcai központba, tudnak a szakemberek segíteni a fiataloknak. Én nagyon fontosnak tartom az óvodai és iskolai szociális munkásoknak is a jelenlétét és a, a helyzetét, és az ő segíteni tudásukat és, és, és akarásukat. Én nagyon bízom benne, hogy ezt minden intézményben tudják is a fiatalok, hogy van kihez fordulni, hogyha problémát éreznek. Ugyanakkor a tanáskozáson szóba kerültek más, mentális egészséget segítő programok is. Erről már tisztulhányig beszélt híradónknak. Amint mi fontosnak tartunk, hogy a bántalmazás megelőzés történjen, az akár fizikálisan, akár az online tében. ennek a megelőzésére, a feltérképezésére, ennek a, a megakadályozására törekszünk nagyon-nagyon erősen, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Illetve az, hogy az az időszak, ami mögöttünk van, tehát a Covid, háborús időszak, egyebek, tehát azok, a, azok az olyan egyedi stresszek, amik érték a fiatalokat ebben az időszakban, azok, azoknak a feldolgozásában is próbálunk prevenciós órákkal segíteni. Az úgynevezett prevenciós órák és programok során óvodai és iskolai segítőkön, illetve az osztályközösségeken keresztül szeretnék elérni a fiatalokat.